Sziasztok srácok, én Sajt32 vagyok és köszöntelj titeket ebben a mai videóban Ma nem más fogunk csinálni, mint játszani fogunk egy tök király játékkal Itt lag azt kell csinálnunk, hogy ki kell takarítanunk egy koszos medencét, vagy kádat, vagy stb. szavajat Játék lesz, de majd kiderül Válasszuk ki a karakterünket. Itt van egy lány, és itt van a fiú. Most a fiúval fog menni. Jó napot kívánok, mi a helyzet? Tovább kell, itt az anyukájával beszél. Hát, aj, ai, ai, János, nem, mint hogy is hívnak, téged most nem itt ez. Egy koszos WC. Itt van, jaj, figyeljétek, milyen fényes lesz a WC. Hát komolyan mondom, nekünk egy a házi munkán. Ez srácok egy nagyon-nagyon furcsa videó lesz, de én remélem, hogy tetszeni fog nektek, meg nekem is maga a játék. Valljuk be, hogy hát itt az azért kell takarítani dolgot. Nem tudom, hogy ki állt ezelőtt itt a WC-n, de, de hát gratulálok neki, hogy ilyen szép munkát végzett. Mindjárt perfektek vagyunk, meg fogom megérni, meg fogom csinálni maxra. Figyeljtek, inkább egy milliméter kell az, hogy, hogy tökéletes legyen, és szerintem sikerült. Next! Mit szólnak hozzá? <sínt> Jár érte a konfetti eső, nagyon szép WC lett. Figyeljétek már, ott egy pók rajta, jó, úgy kell takarítani ki az egészet, még a pókot is menj haza, inkább lecsapnám azt a pókot. Nem akar elvenni oda, figyeljétek, húz már innen, bolondos pók, én. tudjátok, mondtam már videókban, hogy én nagyon-nagyon nem kedvem a pókokat, írjátok nekem kommentben, Nem, már megírtátok azt, itt kedvétek, és sokan azt hittetek azt, hogy sajt, te hogy kedvelem, hát a pókok nagyon félelmetesek, de ekkora, hát húz már. Innen is pont arra akar menni, őt is megfürdetjük, figyeljétek. Erről még azt mondták, hogy majdnem két is vagyunk. Igazából itt az elejét egy kicsikét még lesikáljuk, de. Szerintem így nagyjából meg is vagyunk. Jaj, a következő. Volt még egy WC, meg volt egy sütőberendezés. Na, hogy ne mindig csak takarítás legyen, azt hiszem észre, hogy nekünk most zoknikat kéne pároztatni. Ah, oh, ez nekem itthon ezt kell csinálnom, de nem kedvelem, és srácok, ti ilyeneket csinálni. Jó, hát megvan a kettő zokni, mondjuk itt van még egy ilyen kis pöttyös, itt van a másik pöttyös. Aztán most ez viszonylag könnyű, mert ugye tök, hogy ilyen színesek, nem az, hogy mind mondjuk fekete vagy mind fehér, úgy aztán nem lenne olyan könnyű, de mondjuk itt van pár ilyen gyerekzokni, itt van még egy, én megcsinálom az egészet, nem szeretnék most éppen bocsikat, de ne... Kaptam az anyukánktól 1050 forintot, ami ennyi mindent kitakarítottunk, igazából most már hát tudunk venni belőle, amit csak szeretnénk, vagy hát e, igazából, ó, hogy ki kell dekorálnunk a szobánkat, hát e, jó olcsó, hát megveszem mondjuk ezt, ez tök menő, ez nagyon király, tök menő, hogy itt dolgoznunk kell, és ugye pénzünkből tudunk takarítani, itt van egy jó cipő, hát ez, ez később koszosnak mondanám, de szépen most megcsináljuk, a hát tudja milyen közös, meg a talpa, gyorsan a talpát lecsiszolom, először, mert csak 21%-on áll a tisztaság, azt szinte is tél, tél, szinte kész lenne az egész, de. Hát srácok, hát ezzel mit kell még takarítani szerintetek? Szinte az egész kész. És hát, mondjuk a teteje még egy picikén, és még nem is kapok érte bónusz pénzeket. Jaj, több! Ah, hogy ti, ja, hát én bolond Hát a cipőnek két darabból áll, nem csak egy. <laughs> Mit akarta az egyik tiszta koszos lett volna, a másik meg fényes? Hát én meg vagyok bolondulva. Vigyá, készen vagyunk 96%. itt a végét egy picikét, a talpát egy picikét, és szerintem meg is vagyunk 99%. Ezt én el is fogadom. El is fogadom. Brasszik Tökéletes lett. Picikét. Jól van, jól van. Remélem, hogy azért sok pénzt fogok éppen kapni érte oh ó, találtam egy kulcsot. Minek? Az nem tudom, hogy mire jó, de legalább kaptam egy kulcsot. Igazából menjünk tovább, vasaljunk egy picit, két, ez amúgy nagyon jól meg van csinálva. De miért van a pólón, ami közben én vasalok? Izé! Szerintem ez egy bluetooth hangszóró, meg egy bögre. Hát komolyan mondom, ezeket le kéne innen lökni. Minek van rajta? Na jó, szerintem készen is vagyunk. 97% next. Thank szobáját ez most gyorsan ki kéne takarítani, mert én nagyon-nagyon lusta, de hát én legalább én sem se be az ő pénzét is. Ajaj, ezért most nem lesz boldog, mert felborítottam neki egy picikét. Kutya, hát menj már onnan téged is itt felsikálok, hát és annak nem inni, hogy annyira örülnél. De hogy finiselünk, én megcsinálom a bónusz pénzét, anya minél többet adjon, száz Na mit szólsz hozzá, koma? Kaptam egy ilyen valamit. 1150 forintot kaptam érte. Komolyan mondom srácok, tiszta gazdagok leszünk itt a takarítása lehet nekem is ezt kéne csinálnom. Igazából menjünk tovább, menjünk... hú, -hú el kell pakolni, gondolom én az asztalról. Vagy mit ki... Óha, hát ez jó sikerült, az ez a... ha, Hát ez, ez lehet, nem kapok olyan túl sokat, de ez mi? Hát ö, ö, Ez... Ezért megdicsérnek, azért egy ilyen nagyon szép reggelit csinálok? Hát ez mintha odahánynék, nagyjából. Meg az is szebb. Ah, oh, hogy tudjuk a hűtőt tisztítani! Wow, na ezt már nevezem. Nem tudom, az, hogy mikor volt az utoljára takarítva, az, hogy ennyire koszos, de én nem szólok bele, most is bezsebelem a nagy pénzeket, az kész van. Nem hagyjuk így, te, hogy végzek fél munkát. Bár azért néha egy kis koszt kihagytam, de száz százalékosak lettünk. lettük. Nagyon király, meg kell melegítenem a kis cupcake-et. Úgy tudom, jó, nem üteszem el magyarul most. E -e -e. Nem tudsz, hogy melyik ebbe a zónába kezdtem tartani, hogy minél jobb legyen. Precízen! Ennyi precíz vagy. Ú, majdnem odaégettem egy picikért. Nagyon precíz vagyok. Készen van a muffin, azaz muffin. Na anya, mennyi forintot adsz? Annyi, annyi kanév, szíves, hogy megy. Mirekre? Persze! Pont én egy izére gyűjtök vasalóra. <laughs> Hát ez bolond, 1400 forint. Jupiájé, klémelem is a dolgokat, srácok, már van 2800 forintom, mert azt mondom nektek, bevásárolok-e. Imádom ezt a játékot, már most mondom nektek. Hát ez nagyon zsír. Nyolc egy lájkot, ha szeretnétek még egy kövi részt. Igazából vegyünk egy órát a falra, az túl drága, nem kell nekünk orra ott a telefonunkkal. Van egy jó szék, egy jó gamer széke. Három, nem is tudok széket venni, ezek nagyon drága dolgok. Egy jó fotel kéne nekem, halljátok, de azt? Tehát ezért rengeteget kell dolgoznom, egy jó bicikli. Big á, vissza a munkába, nincs mese, dolgozni kell. Mostunk mossunk kezet, ezt is százalékra kell mosni a kezet, hát ez jó kérdés, hogy egy kicsikét gyorsan beszappanoztam, aztán mosogassuk, jöhő, azt figyeljétek, hogy mossa a gyerek a kezét, hát ezt már nevezem, hát komolyan mondom, bár, bár ennyi koszos munka után, hát jó, hogy meg kell mosni, ez mi, a készszerítót azt nem lehet használni, ez állítólag nem valami túl jó az embernek, viszont teli van minden izével, de ezt csak úgy gondolom, és hát hallottam valahol, nem akarok, minek akarok higiéniát. Eláztatja az egészet, szóval ez így nem a legjobb megoldás. A salátát kellett volna alulra rakni, de igazából, ja, hogy nem is úgy, ó, megvan az, hogy hogyan szereti a testvérünket. Hát komolyan mondom, ilyen válogatost örüljön neki, hogy megcsinálj. Dupla sajt, na, én, ho, azt már nevezem, dupla sajtot, meg dupla a szalonnát, vagy sonkát kér. Na, ezt már nevezem, én is így kéne ennem ezeket, mert én is nagyon szeretem. Igazából haladjuk tovább, még egy kis paradicsom a tetejére, azt Na, ezt én is benyomnám azt, hogy mondjam nektek. Srácok, ti benyomnátok ezt a kaját, szerintem eléggé jó. Hé, hey, hó! Nehogy már egy fél, bár a kutya szerintem az oldalra is megeszi. Aztán Max még jól szórakozik közül, hogy kicsikét ott mókázik. De, hát mennyit eszik ez a kutya? Meg nem vagyok olyan pontos ebben. <laughs> Fele mellé, mind körülbelül. Fele bele, mind mellé pontosabban. Nyomassuk, nyomassuk. Ez a kutya eszik rendesen, még most is megy bele. Next! egy mixet is kéne csinálnunk, oké és oké, meg is van, rakunk bele nem, nem fél, lehet, én múltkor ettem ilyet, de nem annyira ízlett igazából. Menjünk tovább, még egy kicsi, ilyen, na ezt én azt mondom, nektek, hogy nagyon meginnám. Ez mi? Ez miért? Várjátok, még ezt is kell belerakni. Meg is vagyunk, készen van a mixünk, srácok, száz százalék precízek lettünk. Ezt most megint nem. Jó van, anya, megcsináltam a feladatokat. Jaj, de jó, mindjárt megkapom a izét, a vasalót. Na, mennyi pénzt kaptam? Csak 900 T -t -t. Van négyezer pénz, mert ebből tudunk valamit szerezni, bár igazából a higiéniánk a <laughs> Mi tőle ennyire koszos a fülünk, hát a, ebbe a nagy munkába? <laughs> úgy tűnik, hogy a szervics készítés közben a fülünk ennyire el tud koszosodni. Ahogy ezeket elvetek, nagyon nem szabad használni ezeket a fülpiszkálókat, úgy hallottam. Igazából nem akarok több higériát, hogyha tudok így is dolgozni, akkor teljesen jó. Oké, mit kell csinálnom? Füvet kell nyírnom! Bár ez, hát ez milyen fűnyír, ez olyan, hogy porszívó lenne egyből. Nagyon király ez a játék, most nyírom a füvet, srácok. Ezért remélem azt, hogy sok pénzt fogadni adni nekünk anyukánk, mert hát itt most nagy Jaj, te átmegyek mindjárt a kutyánat. <laughs> Annak egyikünk se örülne. Menjünk tovább, 79% azért szép, nagyra meghagyták a füvet, azt hogy mondjam. Mindjárt a testvérünknek a labdáján is mindjárt áthajtok, azért jó meg fog dicsérni. De menjünk, jó napokat külök, 100 százszázalékos a fűnyírás, jön a következő feladat. Ó, oh, na ezt tudjátok milyen jó megy nekem. Állj, visszafelé. Hú, eddig még alig men mellé. Megőrülök, még a végén belejövök ezekbe a feladatokba is. Odafigyeljetek, ah, almost done. Jó, ez, ez micsoda kaja lesz. Jó, fogyókúrás, beleraktunk vagy hármegyet dobozza. Na itt meg most mi van? ah, oh, ki kell tisztítani, hát komolyan mondom. Valaki saras lábbal jött föl a szőnyegre éjjeneket, még a cipőjét is ott hagyta. Tiszta sár, jó esetben sár, de kicsikét jobban barna, mint a sár lenne. De haladjunk. Szépen megtisztítjuk, oda figyeljetek srácok, mekkora egy takarító lettem így hirtelen. Ú, hát azért, ez azért tényleg volt mennyiség. Idén ezek még nem takarítottak szerintem. Jó, jó, meg is vagyunk, 99 talán, jó, 98, hát, ott maradt még egy kicsit tud. Na, nem baj majd a többi, mert léjelfér. Na mi van? Mindjárt megkapjuk a vasalót, ezt még megszerzem ebben a videóban. De mennyi pénzt kapok, anya? 1250, ezt már nevezem. Ezt már nevezem. Összeszerű. szerintem mindjárt meg tudom venni magamnak a gamer számító. Következő szintet teljesítem, és talán meg tudom venni magamnak a gamer számítógépet, csak esek a higiénia. Megint kezet kell mosni. Hát komolyan mondom, ez az. Szappanozzad be gyorsan, mostjuk meg a kezed srácok és egyből megszerezzük a gamer gépet. Amúgy nagyon-nagyon lassan lehet pénzt gyűjteni, hogy a reklámokat elindítjuk, akkor sokkal gyorsabban lehet, de hát nem akarunk egész éjjel reklámokkal találkozni. Jó, haladjunk, haladjunk, ez iszonyatosan jó játék. Elég már, most a kezedet. 54%-a még már csak le kell öblíteni, legalábbis szerintem. Ez aztán tudja mosni rendesen. Jó, jó, meg is vagyunk. Meg is vagyunk, szárítsuk meg. Jó, most a plusz pénzét cserébe, mindent megcsinálok most ebben a játékban. Higéri a 35 Teljesen jó vagyunk, ha mehetünk dolgozni, akkor elég lesz. Na mi lesz vajon most a munka? Meg kell locsolni a kaktusz. Azért a kaktusznak nem kell ennyi víz. Nekem is a szobámba egy kis kaktuszom, már nem biztos, hogy mutattam, de a rungtúl videóban mutattam, hogyha jól tudom, azért ennyi víz nem kell neki. Hú, hagyjuk már! Hát az enyém nem nő így akkor! <laughs> Ugye nekem nem ez a fajta kaktuszom van, de... Hát ez azért komoly. Én locsolom azt, ez nő rendesen. egy kifejlett kaktuszunk lett egy, egy locsolásta. Na mi a kövi feladat? <laughs> az igen! A grill rácsokat, vagy az a grillező cuclit le kell teljes mértékben tisztítani, Ott maradt a húsnak a zsírja, meg az ilyenek. Ejha! bukák itt azért nem takarított el maguk után, azt kell, hogy mondjam. 71 Mit kell még takarítani? Itt nem is lehet semmi mást. Szerintem ez hullos lett, nem? Mit hagytam el? Itt a legszélét talán. Ó, ez az Ez már nevezem Next! Kö! Ugye megszereztem a plusz 600 pénzt. Nagyon remélem. Ez meg mi? Egy szíves, na azért 1200 adott király, 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 be is gyűjtöttük, és hogyha minden igaz, srácok, ugye meg tudjuk venni a számítógépet, ha jól tudom, valami ekkora pénzek meg kell. Ne! A helyzet, srácok, ugye most megtakarítom rendesen a fogalmaimat, akkor uh, meg is lesz a pénzem arra, hogy ugye meg tudjam szerezni a számítógépet. Szóval tökéletes, ahogy érdekes egy fogmosás, és ennyi pénzt kapunk anyukánktól, azért valljuk be anyát mindjárt meg is kérdezem, hogy kapok én is azért pénzt. Nem. Jó, mindegy, akkor menjünk tovább. Itt is vagyunk egy százas, gyorsan begyűjtünk. De hát mit kell még megtisztítani itt a nyelvünket? Vagy miért? Hát ez teljesen fullos lett szerintem. 85 százalék. Tudjuk lenni a gamer számítógépet. És juhé! Ez az! Odafigyeljetek! Még a fenem! Egy nagy monitor kaptunk hozzá egy ilyen... Nem tudom, mit gondolom, egy ilyen Több itt egy kis hangfal, egy fejhallgató, billentyzet, ott van lent a gamer PC, ott vannak a ményomója, a kis hangfal. Nagyon Szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, én remélem, hogy élveztétek ezt a videót, iszonyatosan sokat haladtunk, és szerintem tök jól szórakoztunk. Ha tetszett, akkor légy szíves, egy hatalmas egy lájkot, és mindenféleképpen iratkozzatok fel a csatornára. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki csatlakozik a nagy piros gomb segítséggel, a sajtok királyban vagy akár ott van az előfizetés, ahol sajtagok tudtok lenni az mellé plusz bónuszok is járnak. Olvasátok el. Köszönöm a figyelmet a kövő videóban, Tali. Császtok!